Szerbusztok, kedves emberek, én Oszkár vagyok, és ez a Minecraft végigjátszásomnak a 28. része. Na hát itt többen mondtatok különböző dolgokat, elhangzott az is, hogy teljesen lényegtelen az, hogy a The End-be teljes gyémánt szettel menjünk. Ugye hát Bertalan barátom azt mondja, hogy csináljak egy gyémánt fejvédőt, lábvédőt, meg cipőt, de hát ugye, amennyi gyémántunk van, ebből ez nem igazán tel neki. És úgy, hát én is nézelődtem azért neten, hogy mit, hogyan célszerű itt a Minecrafton belül csinálni, és valószínűleg úgy fogjuk a The End-et megcélozni, hogy teljes vas szettet fogunk magunkra aggasztani. Ugye hát itt már van egy enchantor, tehát akkor nyilván ebből ezt veszem majd fel. Plusz, ha már van gyémánt kard, akkor lehet, hogy hát nem is tudom. Hát ezt nyilván magunkkal viszik majd a gyémánt kardot, meg még lehet, hogy az íjunkat kéne egy picit megencsantolni. Most van 23 szintem. És akkor az nem tudom, hogy milyen bónuszt ad. Állítólag valahogy el lehet érni azt, hogy végtelen lövésünk legyen, de hát nyilvesszőből már azért van elég sok, úgyhogy szerintem ennyi elég lesz majd a The End-be, vagy lehet, hogy még majd csinálok egy pár darabot. Csak még akkor kovakövet kell szerezni. Mindegy, most az aranyat azt itt szépen kiégettük. Még ezt a vasércet gyorsan kiégetem. Rendezem a soraimat. Mert most már tényleg azt szeretném, hogyha mielőbb elérnénk a The End-be. Tehát ahhoz először is ugye a Strongholdot kell megkeresni, ahol a The End-nek a portálja nyílik. Tehát tulajdonképpen a Netherbe akkor ezek szerint nem is kell átmenni, ha jól értelmezem. Viszont fáklyákat kéne csinálni, hogy azért az legyen. Na, így most már van fáklyantyú. Mert az nem tudom, hogy ez mennyire fontos. Ugye azt is mondta Bertalan, hogy létrát azt vigyek mindenképpen. Hát itt van már 50 darab létra, hát nem tudom, akkor lehet, hogy azt még majd csinálok, de végül is íjjal ki lehet majd lőni szerintem a tornyoknak a tetején lévő kis védő szerkezeteket, ami védi a sárkányt, vagyis hát gyógyítja a sárkányt konkrétan. Igen, szóval hát szóval fel kell majd készülni, ez most még nyilván nem az a rész, amikor a The End-be megyünk. Viszont akkor a páncélszettet azt lehet, hogy elkészítem. Tehát ugye melvédő az van, akkor fejvédő az nem kell. És hát most átmenetileg azért majd csinálok egyet magamnak, mert amíg eljutunk odáig, addig ugye fognak támadni, mint a disznó. Viszont kell izé, cipő, így van, ez kell, meg lábvédő is kell, az hogy is kell csinálni? Így. És zúgy, már meg is van. Na akkor ezt szépen a vasat azt visszatesszük ide. És akkor ezt pedig átmenetileg most így szépen felveszem, amíg kalandozgatunk, nehogy valami gond legyen. És akkor még, hát jó, létre, akkor azt létrát azt még éppen csinálhatunk, ahhoz egy némi fát kéne itt vágni, közben megnézem a tyúkokat már, hogy tojtak-e tojást, meg ilyesmi. Mindegy, akkor szaporítsuk őket. De még akkor egy adag nyilvesszőt majd viszek magammal. Úgy né. Nagyszerű. Oké, okay. Jöpá, gyarapá. Na. Igen. Husi az van. Na, szóval akkor, hogy mit kéne még itt felkészülni itt a dolgokra, kérlek alásan. Hát, igen. Szóval akkor, páncélom az most van, akkor ezt majd viszem magammal, ezt majd viszem magammal. Aztán, igen, kell nekünk létre. Ehhez ugye ilyen botokra van szükség, plusz mit mondott még? Hát valószínűleg viszek magammal majd követ is.
meg ugye jó sok nyilvesszőt, akkor tényleg a nyilvesszőt azt át is rakom ide, hogy akkor legyen egy helyen. Több nyilvesszőm az nincs, ugye? Nincs. Jól van. Akkor azt szépen ide átpakoljuk. És akkor még egy 64-es nyílszettet majd megpróbálok kreálni. Így igaz. Na jó, akkor vágjunk egy pici fájlt, és csináljunk, kérlek alásan, botokat. Hát igen, akkor rád nem is nagyon van szükség. Mindig már az íjat akkor azért meg enchantolom. Mielőtt átmegyünk a D&D-be, vagyis hát először még ugye meg kell találni a izét is. A portált, de, vagyis a strongholdot, ami ugye a D&D-hez vezet el. Ahhoz meg ugye szükség van ezekre az ender szemekre. Szerencsére abból már van egy pár. De akkor már úgy akarok oda menni, hogy legalább nem is tudom mennyi kell a izének a beüzemeléséhez. A The End portálnak 12 darab? 12 darab kell, azt hiszem. Na mi van, már nincs fa. Akkor át kell menni arra a szigetre. Igen, szóval, hogy itt még van azért némi teendő, de hát meglátjuk. Meglátjuk. Ja, azt olvastam a Strongholdokkal kapcsolatban, hogy a mostani újabb Minecraft verziókban már nem csak egy van, hanem vagy háromra felemelték a számát a Strongholdoknak, és valamivel könnyebb is megtalálni vaktában, de hát ugye nekem most nincs idő arra, hogy itt vaktában lövöldözzek, találgassak, úgyhogy azt fogjuk csinálni, hogy mi szerzek némi ender szemet, és azt feldobjuk a levegőbe, és az majd itt szépen megváltoztatja az irányát, hogy akkor erre menjél, Oszkár, és akkor abba az irányba kell menni, és hát valahol arra felé lesz a Stronghold. Tehát majd nyilván ez ugye azt is jelenti, azt nem tudom egyébként, hogy mennyire pontosan határozza meg, tehát hogyha mondjuk pont alattam van és feldobom, akkor lehet, hogy így egészen felrepül idáig, vagy csak úgy nagyjából kering itt a környéken, és akkor találjam meg, tehát akkor lehet, hogy így szét kell majd bontani a félhegyet ahhoz, hogy megtaláljam a Strongholdot, nem tudom. Gondolkodok itt magamban ezen azon amazon. Majd kiderül. Mindegy, most vágjunk fát, mint a disznó, hogy legyenek azért létráink. Ne bízzuk a véletlenre. Egyébként láttam egy nagyon érdekes végigjátszást a Minecraftról, amikor a játékos a legvégén úgy ölte meg az Ender Dragont, hogy nem íjjal, nem karddal, hanem ágyakkal. Bármilyen furcsának tűnik is ez. Lehet, hogy a későbbi verziókban már kijavították ezt a hibát, de amikor a D&D-ben vagyunk, és harcolunk a sárkánnyal, és aludni próbálnánk, tegyük fel egy ágyban, akkor azzal büntet a játék, azzal büntet a játék, hogy amikor rákattintasz az ágyra, akkor felrobban, és sebződsz egy jó nagyot. Hát egy ilyen TNT-nyit kb. Vagy két TNT-nyit. Szóval elég jelentős mértékben. És... Szóval elég jelentős mértékben, viszont hogyha úgy csinálod, hogy minél távolabbról aktiválod magát az ágyat, és közel van a sárkány, akkor a sárkányt sebzed. Csak persze ő úgy csinálta, hogy vitt magával ilyen életerő pótló potionöket, meg aranyalmát, ami gyógyította, meg regenerálta, szóval oké. Úgy meg lehet oldani, hát végül sima regenerálódással is, csak úgy azért sokkal nehezebb. Jó sok kaját kell vinni. Ugye hát én a potionöknek a gyártásába nem mélyedtem bele, ahol valószínűleg a Netherben kéne kalandozni egy kicsit, hogy a megfelelő eszközeim úgymond biztosítva legyenek. Jó, már mi ez? Már most megy le a nap? Ilyen gyorsan elment egy nap játékban.
Mindegy, most már akkor itt még kivágom ezt a fát is. Minden esetre azt tudjuk, hogy ez veszélyes környék, úgyhogy menni kell vissza aludni. Mármint a házunkba, mert itt, hogyha egy varázsló most megtámad, nem akarom megint elveszíteni a szintjeimet. Igen, most már esteledik, úgyhogy zúzzunk hazafele. Na, nézzük akkor. Közben zabáljunk egyet. Oké, megjöttem. Megjöttem, csirkéim. Na, zombi már megtalált. Oké, mindegy. Menjünk be. És akkor... mit akarok, ugye? Ja, hát igen, aludni akarok. Így igaz. És akkor szerintem dolgozgassunk itt ezen azon Amazon. Ugye, először deszkákat kell. Ja. Igen, és akkor deszkából lehet botot. Oké. Jó, akkor ezeket szépen így átalakítjuk. Úgy, oha, nagyszerű, nagyszerű. Nagyszerűséges. Jó, akkor legyen így. Plusz akkor így, nem szarozok, mint a disznó. Nem szarozok, mint a disznó. Na és akkor hogy kell? Így kell, nem? Na, ennyi elég lesz? Ez ennyi már csak elég lesz. Anyámat. Jó, akkor ide, ez így jó lesz, ezt így puttyanás, zúgy-tudj. És akkor szerintem ezt is akkor ide berakom ezeket, hogy majd viszem. Ja. 44. Itt már nincs több. Itt még esetleg ezeket átalakítom. Ja, azt a kettőt. És akkor még zutyingoljunk egyet. Ha lesz annyi. Lehet, hogy nem lesz annyi, mi? Még egy 64-es szettet kéne generálnom. Hol van itt 64-es szett? Nem lesz annyi, mi? Akkor még ebből ezt megfelezve megpróbáljuk. Így. 8. Jó van, megvan a 64-es szett, nagyszerű. Akkor ezt így puttyingoljuk. Így. Na, ennyi már csak elég lesz. Jó, magammal is viszek egy pár darabot most. Így. Így ne. Na. Jó, akkor létrákkal azokkal megvagyunk. Nyilvesszőkkel is már majdnem. Jó, akkor szerintem tudom, mi lesz most a következő lépés. Vajá, nincs nálam izé. Shoulder vagy mi. Ja. Ezt a shouldert ezt most le fogom bontani, mint az állat. Következő módon, hát ezt is már mutattam, ugye nagyon primitív megoldás, de etessük a csi... Oh, mennyi tojás van itt, te! Ezeket mind puttyingolni fogjuk. Na jó. Maradjatok ott szépen. Ja, igen, és akkor kajáltatás van, igen. Így van. Nagyszerűséges. Na, szóval akkor shoulder bontás lesz. Kérlek alásan. Ami ugye hát egy kicsit unalmas meló, de meg kell tenni ahhoz, hogy legyenek nyilvesszőink. És akkor így szépen bontjuk. Na, van is már 4 darab kovakövem. Szerintem shoulderből ennyi elég is lesz. Meg annyi nyilvessző ebből már lesz most bőven. Vagy ha nem, akkor majd még szerek. Vagyis van itt nem túl messze innen egy shoulder lelőhely. Jó,
Így, zúgy. Oh yeah. Hát, igen. Itt a lapátnak a minősége, az ásónak a minősége az elvileg nem nagyon számít, hogy milyen gyakorisággal üt ki. Ugye kovakövet. Tehát akár kézzel is ugyanolyan valószínű. Csak annyi, hogy gyorsabb így. Szóval most már eléggé közel vagyunk a végéhez, én úgy érzem. Persze lehet, hogy nagyon nagyot tévedek, amikor ezt mondom. Lehet, hogy a Strongholdot még az Endermenek személynek a segítségével is nehéz lesz megtalálni, ki tudja. Nem vagyok N-portál szakértő. Na gyerünk. Na, köszönöm szépen, nagyszerű. Na, én láttam egyébként bent tollakat. Van itt még 5 darab toll. Meg akkor botot is veszek magamhoz. És akkor csináljunk nyilvesszőket. 36. Na, hát igen, még tollra lenne szükség, akkor mindjárt szerzünk tollat, mert most már szaporodtak az állatkáink. Na, akkor zúgy, puty, tuty, zúgy, tuty, és puty. Úgy. A csibéket azokat, na, menj csak arrébb, menj arrébb. Jaj, gyorsan zárjuk be. Aha, oké, most már van tollunk is, nagyszerű megint. Aha. Ha-ho. Ha-hoj. Jó, és akkor ismételten. Na hát szerintem így már elég jó lesz. Elég lesz ennyi. Ah, van a csirkehúsom is, akkor ezt gyorsan megsütjük. Igen, szóval most már azért erőteljesen készülök befejezni a Minecraftot, azt gondolom észrevettétek. Amíg lehet indulás előtt majd egy pár darab nyilvesszőt még rakok. Tehát úgy lenne jó, hogy tényleg akkor 3 darab nyilvessző section. Meg akkor az összes eszközömet is felfrissítem, tehát hogy acélból lesz minden. Plusz ugye a mágikus cuckombók. Ja. Ja, ja. That's right. Fa az már nem sok van. Nyírfa az még van. Egy picike. Nos, kérlek halásan. Anyámat. Na, akkor ezt így vissza. Ágam. Igen, botra azért még majd lehet, hogy szükség lesz. Miért nem vágtam ki jól egy fát? Nézzük csak meg. Lehet, hogy maradt belőle egy pici. Ennek már el kellett volna tűnnie itt, nem? Hmm. Hát ez felettébb érdekes. Miért nem tűnik el vajon? Vagy lehet, ott van a disznó. Na várjál, hogy kéne? Szedek innen egy kis földet. Olyan hülyén nőtt ez a fa. Na úgy, így most már le tud rohadni. Na, mit kéne még akkor, igen, tehát még fát kéne egy picit, hát akkor megint átmegyek oda vágni.
Még a fejszém az pont elegendő lesz szerintem ahhoz, hogy egy-két fát kivágjak. Kíváncsi leszek, amikor elérkezünk a játéknak a legvégére, gyerekek. Nagyon kíváncsi vagyok rá. Ha! De akkor itt ököllel kiütöm a fát. Bruce Lee módjára. Tutyingolni. Tutyingolni kell a fákat. Tutyingolni és putyingolni. Jó, még akkor egyet kivágok, és utána nem untatlak benneteket ezzel. Ugye, így kezdődött az eredeti első rész is ugye a Minecraftból, hogy favágás, mármint a sorozatomat illetően, de hát a legtöbb sorozat ugye ezzel kezdődik. Másrészt nem is nagyon lehet kezdeni, mert botra mondjuk mindenképpen szükség van. Mondjuk favágással kezdődik. Te vagy a fekete bárány? Na, zúzzunk haza. Éj, baingli. Állítólag a Minecraft valamelyik verziójában volt egy olyan hiba, hogyha lementél a víz alá, akkor bizonyos szituációkban nem engedett feljönni. És akkor megfulladt a... Durva. Na, húzódjunk vissza az oltalmat adó kis kőházunkba. Dolgozzuk fel a betermelt fa mennyiséget. Így, ne! Ja, akkor tényleg itt legyen 64 darab. Izé, zúgy és kész. Hát ezt is visszarakom, erre sincs szükség. Jó. Igen, arra még majd szükség lehet. Na jó, mindegy, akkor szerintem összességében véve hát nem sokat haladtunk ebben a részben. Vagyis hát haladtunk, mert végülis ezeket így is úgy is meg kell tenni. De akkor ennyi volt szerintem ez a rész. Tehát ez volt a 28. része a Minecraft végigjátszásomnak, gyerekek. Hogyha tetszett, akkor légy szíves, lájkoljátok a videót, osszátok meg Facebookon, Twitteren. Iratkozzatok fel a csatornámra, aztán 29. részben majd nem tudom még mit fogunk csinálni, de valami nagyon jót. Tartsatok velem legközelebb is, addig is. Sziasztok!